Hektáronként 100 literre jogosult egy-egy bejegyzett mezőgazdasági termelő Szerbiában. A horgosé Batel Lukács is igényelte az e rendszer által elfogadott 5 hektár után járó támogatást, amit a felületre való feltöltést követően a rendszer elfogadott. A termelőt viszont kifizetéskor meglepetés érte, ugyanis a 25 ezer dináros támogatási összeg helyett 12.250 dinár érkezett a számlájára. A gazda felkereste az illetékes szerveket. A visszatérítendő ö, támogatást azt most egy hete megkaptuk, tehát a föld alapút, ö, de legalább négyszeri utána járással, mert hol vesző, hol kötőjel hibát találtak benne, hol benne volt egy pár négyzetméter a földbe egy villanykaró, és akkor azt is kivették, de viszont akkor, mikor fizessük az adót, akkor azt nem számolják. Az üzemanyagot azt rögtön az első napokban, ahogy azt mondták, hogy lehet igényelni, megcsináltuk, elmentünk, fölvettük az 5 hektár, az 500 litert, minden papírt normálisan elkönyveltek a Jugopetrolnál is, átadtuk az Eagrárra, és akkor nem is lett semmi probléma, se elfogadták, hanem egy, egy, hét múlva, két hét múlva utána néztünk, akkor volt szintén valamilyen pont, hogy hiba van. Állítólag egy kompjúter számoltak, hogy a búzára ennyi üzemanyagot kell elhasználni, a napraforgóra annyit kell. Hát ha egyszer azt mondta, hogy terület alap, és hektárjára 100 litert ad, akkor mit kell azon uh, monfordírozni, hogy, hogy mennyibe került az a, vagy hány uh, litert uh, számított az ember arra területre. Ha egyszerűen megállapították, hogy 100 litert adnak, akkor mi nem adják azt, meg mind régebben. Bónra szépen Kinyomtatták volna, elmentünk, levásároltuk a bont, és akkor jöjjön át. Nem az, hogy mostan ö, ilyen meg olyan mondva csinál dolgokkal ö, mellé beszélnek. Lukács és családja burgonya, sárgarépa a zöldség, és kalászosok termelésével foglalkozik. Mint mondja, ezekre a kultúr növényekre egyébként is kevés a száz liter. Tehát mivel hogy ilyen az időjárási viszontagságok ennyire részrehallóak ellenünk, tehát így nem elég. Tehát esetleg még a kalászosok azok, azokat mondhatnám, hogy úgy, ahogy födni tudná, de a többi, az amennyit permetezni kell, amennyit utána kell járni, meg minden nem elég. Az ügyel kapcsolatban felkerestük Bata Erzsébetet, a magyar kanizsai gazdakör elnökét kiemelte, nem találkozott még ilyen esettel, de a legnagyobb probléma az, hogy már az év eleje óta igen állhatatlan a helyzet. A töltőállomások mára már össze vannak kötve a rendszerrel, tehát itt téves adatok nem tudnak keletkezni, tette hozzá Erzsébet arra rendelet egyáltalán még nem jött ki, hogy kultúránként különböző mennyiségű üzemanyagot lát elő a minisztérium. Hallom, vannak olyan esetek, ahol nem kapta meg az illető az összliterjére szóló támogatást. Itt úgy érzem, mivel rendeletet nem találunk még erre vonatkozólag, talán a termelő hibázott az átadásnál, nem jól töltött ki valamit, és annak folytán járt, vagy kapott kevesebbet. Ez még mind Bejáródó félben van, tehát ehhez idő kell, körülbelül ez az év, arra megy rá, majd, hogy így fejezem ki, hogy rákészüljünk, és folyamatosan menjen a dolog tovább. A NISZEN tudom, hogy a Kúton, már a töltőállomáson össze vannak kötve minisztériummal, tehát itt már direktbe elmegy a kérelem, nagy tévedés nem történhet. Ellenben itt Szerbiában tudjuk, hogy napról napra, sőt, óráról órára változhatnak rendeletek amelyet nem is rögtön tudatnak, tehát abszolút -e, erről még tudomásunk nincs, hogy változott-e valami. A gazdakör elnöke kiemelte, az e rendszer működése és a támogatások igénylésének feltételei kifizetései sajnos még mindig nem körvonalazódtak. Sőt, most a kutaknak is kezelési költségre előláttak haddinárt, állítólag haddináros emelkedést május 1 kezdve. Ez is maga után fogja vonni az üzemanyag drágulását. Itt normális dolog, hogy a termelőknek nagyon sokat jelentene ez az 50-dináros árkülönbözet, amennyiben visszakapnák. Ellenben az is egy ígéret volt csupán, hogy két hétre az átadott kérelem után megkapja a termelő, a két hétből semmi se nincsen, ez is elhúzódik. Tehát bejáródó félben van a rendszer úgy a kutakon, mint a minisztériumban, a termelő pedig a kettő között van, és nem igazán tud eligazodni. Viszont arról már megszületett a rendelet, tette hozzá az illetékes, hogy bizonyos kutakon a termelők csak annyi liter üzemanyagot tudnak 179 dináros áron vásárolni, amennyit az e rendszer előlátott. Ezt követően már nem jogosult a gazda az olcsóbb üzemanyagra.